testvérmegyei megállapodást írt alá megye és szabolcs szatmár bereg megye. Köszöntöm Önöket! A két megye közös programjairól is szólunk mai adásunkban, most nézzük meg tartalomjegyzékünket. Felajánlások, elindultak a karácsonyi adománygyűjtési akciók. Fűcs okosan, nem mindegy mivel fűtünk. Testvérmegyei megállapodás, közös gazdasági, társadalmi és politikai jövőt jelent. A Szatmár megye és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye között megkötött testvérmegyei megállapodás. Elindultak a karácsonyi adománygyűjtő akciók. A Magyar Vöröskereszt megyei szervezete is bekapcsolódik a gyűjtésbe. Minden felajánlás jól jön a rászoruló családoknak. A gyűjtés december 22 éig tart. Elsősorban tartós élelmiszereket, tisztító és tisztálkodószereket, tiszta ruhaneműket, játékokat és édességeket várnak a felajánlóktól. Köszöntöm a stúdióban Gurály Edinát, a Magyar Vöröskereszt megyei szervezetének igazgatóját. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok. A nézőket. Mozgalmas időszak. Kezdődik, vagy talán folytatódik a Magyar Vöröskereszt megyei szervezeténél. <laughs> Igen, mondhatjuk így, hogy folytatódik, hiszen a Magyar Vöröskereszt az országban, és itt szabolcs már Bereg megyében is nem csak a szeretet ünnepéhez közeledve kezdi el az adománygyűjtő akcióit, hanem egész évben várjuk a felajánlásokat. Ez az év során elsősorban tiszta a ruhák formájában, illetve könyvadományok formájában ö, szokott megérkezni a megyei szervezethez. Akkor, amikor a szeretet ünnepére karácsonyra készülődünk, akkor viszont egy másfajta ö, megmozdulás veszi kezdetét. Ilyenkor szoktunk hozzákezdeni az élelmiszergyűjtési akciókba, hogy minél tartalmasabb és minél szebb csomagokat tudjunk eljutatni a rászorulóknak. Az elmúlt évben hívtuk létre a középiskolák és általános iskolákban meghirdetett csak egy kis apróság szeretet szeretett akciónkat. Ennek az a célja, és azért a gyerekeket szólítjuk meg, hogy érezzék meg annak a felelősségét, és az adásnak azt a fajta örömét, hogyha ők csak egy pici dologgal járulnak hozzá valamihez, ez a sok pici dolog, hogyha összeadódik, akkor valami nagyszerűsül ki belőle. Így volt ez az elmúlt évben is, amikor száraz tésztát, konzerveket, csokoládét, olajat, cukrot, ríst, Különböző tartós élelmiszer, zacskós leveseket gyűjtöttek össze az iskolákba most is nagyon hálásak vagyunk azoknak az iskoláknak, akik már tavaly is bekapcsolódtak, több visszajelzést kaptunk már az idén is, most elmúlt héten küldtük ki az iskoláknak a megszólító levelünket, és nagyon örültünk annak, amikor rögtön három-négy iskolától azonnyomban jött visszajelzés, hogy ők természetesen csatlakoznak ehhez a megmozduláshoz, hiszen nagyon jó, mert a gyerekeket is rá tudjuk nevelni, rá tudjuk szoktatni arra, hogy, adak hogy adakozzanak, hiszen akinek már egy egy picivel több van, mint ami szükséges, az már tud adni a másiknak, és ezt, hogyha egészen picikorban megtapasztalják, akkor azt gondolom, hogy a segítségnyújtás az életüknek a része lesz. Ez egy jó példa, az iskola is tudja használni ezt ilyen módon, be tudja építeni a pedagógiájába, vagy abba, hogy, hogy nevelje a gyerekeket, hogy valamiféle új szokásrendszert például bevezessen az életükbe. Ebben az idén is tartós élelmiszert várunk, mindenféle tartós élelmiszert, de az, aki nem az iskolákon keresztül szeretne kapcsolódni, ezeket az élelmiszercsomagokat vagy élelmiszeradományt el tudja hozni a Malom utca 3 alá. Minden nap 8-tól fél 5 várjuk az adományozókat és nyitottak vagyunk arra, hogy, hogy fogadjuk is erre, tehát erre megfelelő humán kapacitással rendelkezünk. Ez az egy fogadóhelye van a Magyar Vörös Keresztnek, vagy vannak gyűjtőpontok, ahol lehet? Nyíregyházán ez az egy helyünk van, illetve a megye, tehát a területi szervezeteinknél hét helyen tudjuk még fogadni ezeket az adományokat. Záhonyban, Kisvárdán, Máté-Szalkán, Nyírbátorban, Tiszavasváriban, és fehér gyarmatom. Remélem egyik területi szervezetünket sem hagytam ki, és ott is a vörös kereszt irodáit kell keresni, ott is ugyanígy várják azokhoz a területekhez, tehát nem csak annyira egyházi iskolákat kerestük meg, hanem a megye összes iskoláját megkerestük ezzel a felhívással, de nyilván, ha óvodák szeretnének hozzá csatlakozni, akkor tőlük is várjuk ezt a fajta segítséget. Hány önkéntessel dolgozik a Magyar Vörös hiszen ezt a rengeteg mennyiségű adományt valahogy szortírozni kell és eljuttatni a megfelelő E Ilyenkor is várjuk a közösségi szolgálatos középiskolásokat, akik mindig keresnek valamilyen jó célt, illetve szeretnek olyan tevékenységbe bekapcsolódni, ami hát igazándiból egy középiskolás számára sem unalmas. Hát ez pont egy ilyen időszak, amikor, amikor nagyon jó célokat tudnak a szeretet akcióba bekapcsolódó szervezeteknél, így a keresztnél is ö, találni. Tehát egyrészt ö, közösségi szolgálatos önkéntesekkel szoktuk megoldani, illetve magával a, a ö, munkatársi csapattal. Egyébként a megyében mintegy 2000 önkéntesünk van, akik különböző formában csatlakoznak a vörös kereszt tevékenységéhez. Egyrészt ezzel a tevi, tehát egyrészt a segítségüket adják akkor, amikor különböző szeretet akciók és gyűjtések vannak, ö, bekapcsolódnak a katasztrófa ö, megelőző illetve kezelési tevékenységünkbe, hogyha arról van szó, illetve segítenek nekünk a véradások szervezésében. Nyilván nagyon sok önkéntesünk több szerepben is megtalálható, elkötelezettek és szívesen kapcsolódnak a feladatainkhoz. Van-e valamilyen tendencia az adományozási szokásokban, vagy mennyiségben és az önkénteskedés tekintve is? A ruhák tekintetében azt gondolom, hogy nem panaszkodhatunk, hiszen a ö, gyermekek kinőtt ruháit, megunt játékait egész évben... Ö, igen szép mennyiségben elhozzák hozzánk az adományozni vágyuk, illetve megunt vagy már nem használatos felnőtt ruhákat is. Nagyon sokszor érkeznek hozzánk olyan adományok, amikor a családban valamilyen tragédia történik, idősebb hozzátartozót elvesztik, és akkor az ő ruháit is elhozzák hozzánk. Ezt két hetente tartunk adományoztást, ezek szervezet formában történnek. Az adományozás, az adományosztásról azt kell tudni, hogy adománykérő levelek érkeznek hozzánk, tehát kérvények érkeznek, ezeket a szociális szakemberek szortírozzák, hogy milyen típusú kérelem érkezik hozzánk, és annak megfelelően igyekszünk segíteni. Élelmiszerosztásra általában így karácsony környékén van lehetőségünk. Sajnos egész évben nem érkezik hozzánk olyan mennyiségű élelmiszeradomány, hogy, a, hogy azt úgy tudjuk továbbadni, hogy egységes Csomagokat állítsunk belőle össze. Ez inkább csak karácsonykor jellemző. Egészen speciális adakozási módja lehet a karácsonyi időszaknak, mondjuk a bíradás. Ez így van. Azt szoktam mondani, és azt gondolom, hogy ez is egy megfontolandó azoknak, aki például úgy gondolja, hogy nincsen pénze, vagy neki is kevés, ugyan adjon, hát a véréből pont tud adni. Tehát, hogyha valaki egészségesnek érzi magát, elmúlt 18 éves, több mint 50 kiló, és úgy gondolja, hogy szívesen segítene, de például pénzzel nem tud, akkor a véradással viszont tud. A véradás.hu weboldalon, vagy ha hozzánk telefonál, mi is nagyon szívesen adunk arról felvilágosítást, hogy hol van Éppen béradás tulajdonképpen a megyében minden nap van béradás tehát tud csatlakozni a vörös ehhez a fajta megmozdulásához is Említette, hogy nagyon sok adománykérő levél érkezik a Vöröskereszthez. Ezen kívül hogyan kerülnek a Vöröskereszt látókörébe azok a rászorulók, akik például itt a karácsonyi adománygyűjtésnek is a kedvezményezetjei lehetnek. Részben szervezetek is megkeresnek bennünket, és hogyha nekünk nincsen a látókörünkben valaki, aki rászoruló, akkor ők szokták fölhívni erre a figyelmet. Kisebbségi önkormányzatoktól kapunk mindig megkeresést, ők egy nagyobb mennyiségű adományt szoktak ruhaadományt tőlünk elvinni és akkor elviszik a saját településükre, ott a kiosztásban már ők segítenek, illetve ilyenkor a szociális hálót szólítjuk meg mi is. Tehát, hogyha valakinek a látóterébe kerül például idős beteg ember, hiszen ilyenkor mindenkire gondolni kell, gondolni kell a nagycsaládosokra, gondolni kell az, az idősekre, gondolni kell a betegekre. Például mi a Vöröskeresztel minden évben megyünk a rehabilitációs osztályra, ahonnan már nagy valószínűséggel nem fognak hazakerülni kerülni a betegek, és oda mindig egy speciális csomagot állítunk össze, erre általában pályázati forrást szoktunk hívni. És van egy egészen speciális szegmens, például az óvó lakói, akik szintén a vörös kereszt gondozásában Élnek. Így van, a Vöröskereszt egy titkosított anya otthont működtet, ide elsősorban bántalmazott vagy családon belüli erőszakot megélt anyákat várunk a gyermekeikkel, illetve tulajdonképpen úgy volna szerencsés mondani, hogy nem várjuk őket, mert az lenne a jó, hogyha ez az anya otthon kihasználatlan lenne, de, de sajnos nem. Őket. Így van, mm. tehát amikor valaki bajba kerül, akkor hozzánk tud fordulni segítséggel. Van egy szobánk, ami kifejezetten arra, azzal a célra, célra jött létre, hogy akkor, amikor valamilyen olyan probléma történik a családban, hogy az anyának menekülni kell, például valamilyen fizikai atrocitás éri, akkor, akkor ebbe a krízisszobába érkezik meg, hogyha nincsen semmie, tehát tényleg egy szám magában a gyerekeivel menekült el otthonról, teljes ellátást tudunk ilyenkor biztosítani a gyerekek számára ruhát, meg az anya számára is ruhát, élelmet biztosítunk nekik, és onnan kerülnek át a, az anya otthonba, ami egy 30 fős intézmény. Gondolom, hogy karácsony előtt őket is akár speciálisan is lehet támogatni. Gurá nagyon köszönjük, hogy befáradt ma hozzánk a stúdióba. Köszönöm a figyelmet!